Sziasztok! Folytatjuk a design gondolkodás témát. Most az lenne a kérdésem, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a környezetünkben vennénk olyan mintákat, amik beváltak, és akkor nincs is más dolgunk, mint ezeket az életterveket, karrierterveket, viselkedés mintákat, magatartásformákat, egyszerűen csak elsajátítani, begyakorolni, aztán bemutatni. Tehát röviden, mi lenne, hogyha mondjuk a főnököm dolgait utánoznám, vagy pedig a barátaim, vagy a szomszédaimnak az élettervét nézném meg. Szóval jó lenne ez? Ez a valódi kérdés. Nemrégiben, hogy volt hallgatom, föltett egy Madonna idézetet a honlapjára, és hát úgy gondolta, hogy ez aztán csodaklassz dolog lesz, mert hogy nincs más dolgunk, csak elolvasni, aztán egyből Madonnák leszünk. Az, ha így hangzik az idézet, keresd erős nőket, kösd velük szövetséget, inspirálódj belőlük, fejlődj, s lásd tisztán általuk. Hát szóval, keresd erős nőket. Jó, de hol? És kik azok az erős nők? Mit tekintek erősnek? Erőszakos, vagy mondjuk kigyort, szó szerint? Kösd velük szövetséget. Hogy? Mit jelent az a szövetség? Barátságot? Mondjuk elég, hogyha egy konditeremben összefutunk és jókat domálunk? Vagy családi kapcsolatra gondolunk? Mert hogy Granovetter szerint az jelenti az erős kapcsolatokat. Inspirálódj belőlük. Szóval nem elég, hogy egy erős nőt találok, vagy kettőt, vagy hármat, mert hogy ez így több eszámban van, keres erős nőket, tehát azt se lehet tudni, hogy egyet vagy hármat kell keresni. Még inspirálódni is kell belőlük. Ki kéne szedni belőlük valamit. Hát ezt már el sem akarom képzelni, hogy lehet belőle kiszedni valamit. Fejlődj! Hát most megfogtál. Ez mit jelentsen? Gondolom tanulással érti, de mit tanuljak belőle pontosan? És aztán megadja a kegyelemdöfést. Lásd tisztán általuk, nem is akárki általán. Ezek alapján, a bizonyos erős nők alapján. Húha! Tehát ebben ez a bullshit, amikor valamit mondunk, állítunk, valami igen nagyot szeretnénk mondani, gondolni, és aztán úgy nagyon nem jön ki belőle semmi. Hát szóval talán ez így nem lesz jó, hogyha egy-egy sztárnak a gondolatát, mondjuk egy ilyen idézet formájában, szó szerint értem, és analógiának használom. Tehát megpróbálom ezek alapján a szóbeli vagy írott kijelentések alapján rekonstruálni, hogy mitől ő a Madonna. Tehát, hogy vajon ő is így csinálta? Tehát ő is keresett erős nőket, és akkor velük szövetséget kötött, inspirálódott belőlük, fejlődött, és aztán hirtelen tisztán látott, így mint sztár, mint 21. századi ikon, szent. Ezt szó szerint így csinálta. Hát nem nagyon hiszem. Na hát azért mégiscsak volt nekem egy nagyon jó főnököm, hagyd mondjam a nevét is, professzor Kálmán Erika. Már meghalt, nincs közöttünk, de a szeretetem meg a végtelen tiszteletem soha el nem múlik. Nekünk még a nevetésünk is nagyon hasonló volt. Mondhatjuk talán, hogy így egy rugóra járt az agyunk, szinte fél szavakból megértettük egymást. Amikor összeültünk beszélgetni, hogy mik a feladatok, egy-egy faramúci helyzeten egyszerre nevettünk föl. Nem kellett részletezni a dolgokat, és valami olyan egészen furcsa röhögésünk volt, hogy mindenki bezárta a folyosón az ajtaját, mert nem tudtak a többiek dolgozni. Tehát vajon
Azért, mert mi ennyire hasonlóan gondolkodtunk, éreztük a másiknak a gondolatát, mondhatjuk azt, hogy mi ugyanolyan terv mentén vezettük az életünket, meg a munkahelyi karrierünket. Hát kötve hiszem. Mert amikor volt olyan kedves és szíves, beprotezsált egy akadémiai kutatóintézet tanácsadói állásába, akkor borzasztóan meg volt rőkönyödve azon, hogy nekem ez miért nem jó, egy ilyen elfekvő. És szó szerint azt mondta, hogy Krisztikém, ez nyugdíjas állás lehetett volna neked. Tehát valami terv mégsem hasonlít egymásra, vagy vannak jó tervek, akiknek beválik egy-egy terv, másoknak valamiért az nem szimpatikus, hát szóval elég bonyolultnak tűnik. És akkor még egyet felvetnék, hogy Don Quixote mitől is volt az, aki? Mi az, hogy Don Quixote-nak lenni? Pusztán azért, mert furcsa ruhákba szaladgált, és a szélmalmok ellen felvette a küzdelmet, akkor ettől ő Don Quixote volt? Vagy lett? Tehát, ha mi mondjuk ugyanilyen idétlen ruhába kimegyünk az utcára, és láthatatlan szélmalmokat keresgélünk, akkor mi is Don Quixoték leszünk. Pedig hát nagyon sokunkat őrölnek fel a mindennapok, azok a küzdelmek, amik szinte reménytelenek látszanak, nem igaz? Tehát éppen lehetnénk mindannyian Don Quixoték, csak mégsem vagyunk. Más szempontból viszont Don Quixote észrevette a láthatatlan szélmalmokat is. Azokat a láthatatlan szélmalmokat, amiket mi magunk nem veszünk észre. A rohanásban, a zajban, a stresszben, a kapkodásban, a megszokásainktól. Szóval Don Quixote azt üzeni, hogy monitorozzuk a környezetünket, keressük a válsághelyzeteket, nyilván nem paranoid módon, de próbáljuk meg észrevenni addig, a láthatatlan szélmalmokat még egyszer valóban óriásokká nem válnak, és akkor tényleg bedarálnak bennünket. Szóval, ha megfogadjuk ezt a tervet, és készülni fogunk, fölkészülünk, például egészséges életmódot élünk, változtatunk az étkezési szokásainkon, mondjuk tanulunk, állandóan kompetenciát fejlesztünk, készségeket, képességeket csiszolunk, akkor na szóval akkor mi lesz? Akkor Don Quixoték leszünk. Hát még ez sem egészen jó válasz, ugye? Tehát a Don Quixote dolgai összessége adta ki a Don Quixotét. Szóval az a kérdés, hogyha Don Quixotéként viselkedünk, az Don Quixotéra fut-e ki? Azáltal valaki tényleg Don Quixotévé tud válni? Vagy sem? Don Quixote cselekedetei ugyanis külön-külön jó nagy marhasságok voltak. Szóval azt azért úgy nem hiszem, hogy utánoznunk kéne. Emlékezzünk erre a Madonna idézetre, hogy elég furcsára sikerültek ezek a gondolatok. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy cselekvési programok vagy viselkedés minták másolása egyenlő a valódi tervvel. Így aztán azt, hogy másolunk-e valakit, ezzel nagyon csinyán kell bánnunk. És akkor most végezetül, ahogy szoktuk, Don Quixote helyett dr. Kollár Józsefnek a szavait vagy írását idézném, ebből olvasok fel. Önmagában valami, ami a főnökömnek vagy a szomszédomnak beválik, kevés előrejelző értékkel bír arra vonatkozóan, hogy számomra követendő életednek bizonyul-e. Az egyik fontos szempont, hogy szerintem vonzó, lovely életterveket követnek-e, a másik, hogy számomra egyszerre vonzó és megvalósítható, likely módon váltják-e a propénzre azokat. Egy jó terv feloldja a kidolgozására sarkaló kételyek okozta feszültséget. Egy tevékenységi szabályt biztosít számunkra, amely egyszerre loveliest, legvonzóbb, és likeliest, legvalószínűbb módon véghez vihető cselekvési módokban nyilvánul meg.
Az amerikai irodalomtudósok egyetértenek abban, hogy Huckleberry Finn kalandjai című regény a nemzeti irodalmuk alapműve. Ugyanis nem csupán a Mark Twain-t követő íróknak adott új cselekvési tervet írói munkásságukhoz, hanem egy jövőorientált, produktív, pragmatista, rugalmas, alkalmazkodáson alapuló életforma vázlataival látja el nem csak kortársait, de a jelenkori olvasóit is. A könyv mottója szellemesen összefoglalja a szerző építő-romboló szándékát, vagyis a dizájnert. Magát látjuk megtestesülni ezekben a gondolatokban. Az itt már megfogalmazódott terv a kreatív destrukcióból táplálkozó életvitel mozgósító, de antimozgalmár nyelvi megformálása. Mindazok, akik ebben a történetben alapgondolatot próbálnak keresni, elítéltetnek. Mindazok, akik erkölcsi tanúságot próbálnak keresni benne, száműzetnek. Mindazok, akik cselekményt keresnének, agyonlövetnek. A szerző rendeletére J.J. főparancsnok. Idézet vége. Szuper.